Ez a kék is nagyon. Hirtelen minden előjel nélkül jött nálam legalábbis, én semmit nem érzékeltem előtte. A gyerekek találtak rám a lakásba összeesve. Az orvosok szerint egyenles ágynak feküdtem a padlón, és nem kapott a vért és oxigént az agyam. Egyáltalán nem tudtam beszélni. A gyerekeket nem tudtam, hogy hívják, hogy egyáltalán ki van ott. Növény voltam. Én már láttam magamat, ahogy kerekesszékben élem az életemet. Én megbékéltem azzal. És onnantól kezdett fölépülni az egész, és onnantól kezdve egy percig nem volt a számomra kérdéses, hogy én meg fogok gyógyulni. Hát nagyon rossz a kiszolgáltatottság. Tehát amikor azt mondja a nővér, hogy rony baba. Sose kérdeztem, hogy miért én kaptam. Nem rugózok ezen. Tehát nekem az volt a célom, hogy nekem van egy gyerekem, akit még el kell indítani az úton, úgyhogy én nem maradhatok így.